Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Rejtett kincsek, így hívom ezt a jóslást, és én ezt nem titkolom el előletek, hanem bemutatom. Ez most egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérjétek tőlem ezt a jóslást, rejtett kincsek asztrológiával, ahol megtekintjük a 12-es életházat, ahol a titkok vannak. A titkok háza, a rejtett kincsek háza. Ez a kép ott fenn bal oldalon mutatja a jelenlegi helyzetedet. A képen láthatóak az érmék, az utal anyagi dolgokra, vagy a munkahelyedre. Tehát ez áll most a középpontban. Az érmék jelentik a belső értékeket is, a te saját értékeidet is. A képen látható a 9-es szám és az utal korlátozásokra. Most nincsenek meg arra a lehetőségek, hogy tovább menjenek a dolgok, javíts valamit a munkahelyeden, vagy az anyagiak területén. Amit viszont tenni kellene, ezek a belső értékek, mert ezen tudsz valamit javítani. És ezt mutatja a hölgy ruhája. Alul a zöld és a barna szín utal a természetre. Lehet, hogy jót tenne most egy kirándulás. De utal a föld elemére is, a biztonság érzetére. Aztán látható a kék szín a ruháján, ami a víz elemére utal, tehát az érzelmekre. Te értékes vagy, hogy mindazt megkapt az élettől, ami számodra fontos és értékes. A fehér szín a ruhán utal a levegő elemére, a könnyűségre és a kommunikációra. Beszédek értékekről vagy anyagi dolgokról. Esetleg beszélgetés a munkát illetően. Amit ez a kártya még közöl, most a jelenlegi helyzetedben tedd át magad a nehézségeken, a félelmeken, érezd magad szabadnak, és akkor tudsz lépéseket tenni, elhagyod a 9-es számot, és áttérsz a 10-es számra, ami egy új kezdetre utal. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya mutatja a gondolataidat. Itt megint az érmékről van szó, az anyagi helyzetről, a munkáról. Ezen a képen egy férfi látható, az is lehet, hogy a te lelki társad most sokat dolgozik és odafigyel a munkájára. A képeknek szimbolikus jelentése is van, az érmék utalnak a belső értékekre is. Ez a férfi nincs tudatában az ő belső értékével, arany van a kezében, de az arany érem alatt ott van a fa szilánk, és ez azt jelenti, hogy nincs tudatában azzal, hogy mit tud másoknak nyújtani. Tehát itt értékekről van szó. Amit még ez a kártya mutat, a háttérben a természetet, a szabadidőt, és oda kellene figyelnie rá. Mivel a kártyáknak szimbolikus jelentése van, ez utalhat most a te tartásodra is, hogy sok a dolgod, sokat dolgozol, fáradt vagy, és kellene a pihenés, egy kis szabadidő. És most megtekintjük a következő kártyát, ami utal az érzelmeidre. Ez a harmadik kártya utal a te érzelmeidre. Megint az érmékről van szó. Tehát az anyagiak, a munkahelyi dolgok
befolyásolják az érzelmeidet. Az arany érmeknél értékekről van szó, belső értékekről is, ennek kellene tudatában lenni. Én korábban ezt a kártyát mindig úgy magyaráztam, itt van egy ilyen diák, és ott van a mester, meg a tanító, aki figyeli, hogy dolgozik, lehet, hogy képzésről van szó, vagy a munkájáról, tehát tanul valamit. A napokban a kezembe vettem ezt a kártyát, és ami feltűnt, hogy ez a diák itt egy ilyen mesteri munkát végez, hibátlanul, gyönyörű, egy gyönyörű teremtés, egy alkotás, és az volt a gondolatom, hogy ez a diák sokkal okosabb, bölcsebb, vagy tehetségesebb, mint az a másik kettő, aki figyeli őt. Ez azt jelenteni számodra, hogy van valaki a munkahelyeden, vagy a környezetedben, aki parancsolgat neked, vagy kritizál téged, és légy azzal tudatában, hogy te okosabb vagy, vagy tehetségesebb vagy. És ne hasonlítsd össze magad másokkal. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya ott fent jobb oldalon mutatja a környezetedet, azt, hogy vélekednek mások rólad. Van, aki azt mondaná, jó ötleteid vannak, de nem tudod, hogy tudnád ezt megvalósítani. Aztán vannak valakik, akik azt mondanák, hogy milyen jó megvan nálad ez a könnyűség, ez a lelkesedés. Aztán vannak olyanok is, akik azt mondanák, te nagyon könnyelmű és meggondolatlan vagy. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya ott bal oldalon mutatja a titkokat, amire oda kellene figyelni. Itt a levegő eleméről van szó, ami adja számodra a könnyűséget, a lelkesedést. Valamitől meg kellene szabadulnod. Lehet, hogy most valami nyomaszt téged, vagy vannak korlátozások, természetesen félelmek is. Ami érdekes ennél a kártyánál, hogy az, amitől ez a hölgy fél, ami kiváltja ezeket a félelmeket, azt mutatja a petróleum lámpa. És az olyan kicsi ahhoz képest, amilyen fény ott az ablakban van, az égi hatalomtól kapott fényt. Más irányba kellene tekinteni, mert az a fény ott felül, ez a megoldás. Itt van egy kiút, és ez a petróleum lámpa olyan kicsinyes ehhez képest. Tehát azt közli ez a kártya veled, ne a problémákra figyelj oda, vagy arra, ami téged elszomorít, hanem a lehetőségekre. És most megtekintjük a következő kártyát, ami azt közli, hogy miért fontos, hogy ezt a titkot megismerd, miért fontos, hogy a mélybe tekints, és ezt közli a következő kártya. Ez a kép azt jelenti, hogy van valami vagy valaki az életedben, aki kiváltja ezt a húzavonát, és itt be kell, hogy bizonyítsd magadat. És mivel itt kihívásról van szó, vagy belső feszültségről, és az most fontos, hogy ne ez álljon a középpontban, mert ez a petróleum lámpa, hanem figyelj más irányba, és akkor át tudod tenni magadat ezeken a nehézségeken, vagy ezen a kihíváson. És most megtekintjük a következő kártyát, és az utal a te lelki társadra. Ez a kard ott lent bal oldalon mutatja a lelki társad jelenlegi helyzetét. Ő kezébe veszi a dolgokat.
szeretne valamit tisztázni. Fontos döntéseket fog hozni, és átteszi magát a nehézségeken, a félelmeken. Ez a kártya utal kommunikációra is, tehát ő szeretne beszélni veled. És most megtekintjük az ő környezetét, amit a következő kártya mutat. Ez a kislány mutatja az ő környezetét, vagy utal arra, hogy mi történik nála. A kártyáknak szimbolikus jelentése van. Persze lehetnek itt gyermekek, gyermekkori emlékek, fájdalmak és könnyek, de azt is jelentheti, hogy ő megbántott valakit, és lelkiismeret furdalása van, vagy őt bántották meg, és emiatt szomorú. És pontosan ezt a helyzetet szeretné tisztázni, vagy lezárni ezeket a kapcsolatokat, vagy ezeket a fájdalmas emlékeket. A háttérben ott van két kard, az mutatja a jövőt, ott minden rendben van, fontos az, hogy itt tisztázva legyen valami. Most megtekintjük a következő kártyánál az ő érzelmeit. Ezen a képen látható egy király, és ez a király uralkodik a víz eleme felett, és az érzelmekre utal. És ő ez a király. Itt látható az, hogy ő tisztában van az érzelmeivel, tudja, hogy van köztetek ez a vonzó erő és mély érzelmek, lehet, hogy most még valamit neki le kell zárnia, de a közeljövőben közeledik hozzád, átnyújtja szimbolikusan ezt az arany kelyhet, ami az érzelmeket szimbolizálja. Tehát nyitott lesz érzelmekről beszélni, vagy kimutatja az érzelmeit. Itt megvan a vonzó erő kettőtök között. A következő kép azt mutatja, mi az, ami összeköt benneteket. Ez a bot szimbolizálja a tűz elemét. Itt lelkesedésről, bátorságról és szenvedélyekről van szó. Ő kezébe veszi a dolgokat, irányítja az eseményeket, és ha te szeretnéd vele együtt lenni, akkor itt lesz egy közös életút. A következő kártya mutatja az ő lelki üzenetét, amit nem mond ki, de a lelke sugallja ezt. És ezt megtekintjük a következő kártyánál. Az ő lelki üzenete. Itt lesz egy megújulás. Lesznek változások, mind az, ami félelmet váltott ki nála, vagy mindaz, ami őt elszomorított, ami őt fogva tartotta, ettől ő el fog búcsúzni, és itt lesz egy megújulás, egy kiút, és ő lezár most valamit, ezek az emlékek, de lehet egy párkapcsolat is, amiből ő ki szeretne lépni, és lesz kettőtök között egy új kezdet. Ezt mutatja itt ez az angyal. A következő kártya viszont azt fogja mutatni, hogy mit közöl veled, milyen lépéseket tesz irányodba. Ez a napsugár utal arra, hogy megvan köztetek a vonzó erő. Azt is jelenti, hogy ő kimondja az igazságot, vagy kiderül az igazság, tehát hihettek az ő szavaiban. Amit a nap még jelent, természetesen a nyarat, és ő tervez nyár folyamán valamit, vagy akkor lesznek újra nagyobb változások. És ez volt, ez az általános jóslás, rejtett kincsek.
Amennyiben ezt az akciót igénybe veszitek és kéritek ezt a jóslást, ugyanígy fogom elmagyarázni, mint ahogy itt mutattam, és ehhez jön még asztrológia, megnézzük a titkok házát, a 12-es életházat a horoszkópban. Ezt a jóslást megrendelhetitek e-mailen keresztül, dendera.medici@gmail.com. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!